Dolgoznak a dégészek a kalocsai érseki templom környékén. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a mostani épület alatt még két korábbi építmény maradványai lelhetők fel, melyek egyfajta időutazást engedélyeznek majd az ide látogatóknak, ha a tervezett bemutatóhely elkészül. De a tél alatt nem csupán egyházi edekék nyugszanak a földben ezen a területen. A régészeti munkák során 2016-ban egy olyan területhez jutottak a kutatók a kalocsai érseki templom környékén, ahol 1945-ben és 1946-ban temették el az egykori szovjet hadsereg elhunyt katonáit. Munkánk során eljutottunk 2016 novemberében arra a pontra, amelynél elértük azt a területet régészeti munkák során, amely olyan temető terület, ahova 1945 és 1946-ban temették az orosz, akkori szovjet elhunytakat. Köztük persze egy hölgy is van, mint ahogy a névsorból tudjuk. 214 idetemetről van tudomásunk egy olyan lista szerint, amelyet megkaptunk a nagykövetségtől is, illetve kutakodásom által összegyűjtött adatok is összeegyeztettük. 196-ot sikerült nekem összegyűjteni, és ezt végül is 214-re egészítette ki az orosz nagykövetség. 2016 óta folyik az az egyeztetés velük, hogy hogyan és milyen módon kell kezelni őket. Eközben zajlik a templom előéletének feltárása is. A kutatók jelenlegi ismerete szerint egy aszték érsek korabeni, tehát 1005 körüli, és egy második székesegyház, a 13. századi építmény is a földben nyugszik. Amely pontosan a barokk templom alatt húzódik, és északi és keleti irányban kinyúlik a templom alól, hiszen ez egy keresztházas, kereszthajós templom volt. Az orosz temető viszont ráépített, rá temetkezett az első templom homlokfalára, ezt egyébként most is lehet jól látni, és ezt a területet értük el. Amikor is elkezdtünk arról beszélgetni, mi történjen velük, még nem tudtam, hogy 214-en vannak. Most már a terveknél tisztázódott, hogy mindannyiuknak innen el kell menni, tehát exhumálni kell az összes testet. Kalocsa város úgy döntött, hogy a temetőben helyet biztosít az elhunyt orosz katonák végleges elhelyezésére, és újra felállítják majd azt az emlékművet is, mely itt a templom szomszédságában állt. A tavalyi évben a beadványunk tartalmazta azt az önkormányzati engedélyt, amely erre biztosítja a számunkra a területet. Ez ki is van jelölve, szabadon van tartva, ezt is egyeztettük ugye a tárgyalások során, és ide fogjuk őket újra temetni, egy ünnepélyes keretek között. Tehát a magyar oldalról természetesen érsekatya, illetve majd tábori püspökatya segítségével, ortodox érsekséget, püspökséget is meg kell hívjunk erre, tehát ennek is megvan a maga szabályos formája, tehát egy ünnepi keretek között újra temetjük a halottakat. Ezt követően pedig ezen a területen újraépítjük, részben újraépítjük, részben felhasználjuk a megmaradt itt a székesegyház melletti területen álló sír emléket, abban az állapotban, amilyenben volt. Ezt a rendszerváltáskor elbontották ennek a nagy részét, de ezt tervek alapján tudtam rekonstruálni, és ezt újjá fogjuk kint a temetőben építeni. Az itteni munkákban nagyon-nagyon időben és nagyon jókor érkezett ez a jóváhagyás, hiszen mint látható a téren már ott tartunk, hogy a romrekonstrukció számára és a térfelújítás számára kijelölt területet így fel tudjuk szabadítani, és el tudjuk készíteni azt a lejárót, amivel majd lejutunk a korabeli templomromok szintjére, ahogy akkor volt. Úgy lehet elképzelni a mai térszint, ezt hívom én jelen síknak, idősíknak, a második székesegyház
tér szintje, tehát a padló szintje, a jelen szinttől körülbelül 1,60-nal lejjebb volt. Míg az első templomnak körülbelül 1,80-nal volt lejjebb. Tehát nekünk le kell sétálni arra a területre, hogy azt az új padló, azt a régi padlószintet helyre tudjuk állítani. Én ezt szeretném megmutatni. És el lehet képzelni egy szép romkertet, ahol körbe tudok sétálni, be tudok tekinteni a Székesegyház alá is, hiszen alatta is feltártuk. Majd a Székesegyház hátoldalánál, a kripta lejárónál, mely létezett a barokk templomnál, le lehet sétálni, le tudok majd menni, végig haladok ezen a korabeli idősíkon, és itt a toronynál pedig kijövök. Egy nagyon izgalmas időutazást lehet majd tenni, és annak a romlott, lerombolt állapotát lehet majd érzékelni. A tatár és a tödökdúlás hozta a két épület pusztulását, de ahogy a kutató fogalmaz, van más okozója is a rombolásnak. Adott esetben a későbbi időkben sem válogattak a módszerekben. A barokk is úgy kezdte az építkezést, hogy a maradék falakat lerobbantotta. Ebből kifolyólag ennek a megmaradt, még a török által megmaradt faltestnek is a darabjai szilánkokra törve, szétszóródva a területen. Most is jól látható, ki is jelöltük az orosz hadisír területnek a határvonalát, éppen egy, most nagyon jól érzékelhetően egy kör alaprajzban egy ilyen tömegsírnak a határát, hogy felforgatták az alatt lévő romokat. Ezek mind-mind kő darabok, kicsi darabok, amik ebből a barokk robbantásból származnak. A tervek szerint az elesett katonák heteken belül végső nyughelyre lelhetnek a kalocsai temetőben. Ezt követően pedig felgyorsulhat a püspöki templom előtörténetének napvilágra hozása.